És akkor talán mondanom sem kell, hogy továbbra is 1956-ról, az 50-es évekről beszélgetünk. Úgy tűnik, most egy hollywoodi dokumentumfilm kapcsán 1956 még ott a tengeren túlon is tovább-tovább él, sőt, hírünket viheti akár a nagyvilágban is, hiszen Kovács Klaudia filmje bekerült a legjobb Oscar-díj jelöltek közé. The decisive battle of the Cold War took place here in Hungary. I don't know whether the events of 89 could have happened if it hadn't been for 56. I believe we broke the foundation of the communist system. A Lyukas zászló szociopolitikai történelmi dokumentumfilm, mely a kommunizmus világkörüli bukásáról és az 1956-os magyar forradalom viszonyáról szól. Az egri származású, az Egyesült Államokban élő Kovács Klaudia által jegyzett film a szakmai sikerek mellett részt vesz az idei Oscar versenyben a legjobb dokumentumfilm kategóriában. Ami miatt szerettem volna a filmet elkészíteni, és ami izgató tematikailag, hogy a film nem arról szól, hogy a világ hogy hatott ránk, magyarokra, vagy a magyar népre, a magyar nemzetre, hanem hogy mi, magyarok, hogy hatottunk a világra. És én ilyen produkcióval még nem találkoztam soha 56 kapcsán, úgyhogy ez volt az indítatás. A film belehelyezi 1956-ot a nemzetközi politikába, a hidegháborúba, hogy voltak hatással egymásra ezek az események, és úgy gondolom, hogy sokkal összefogóbb, komplexebb, mint amit eddig én láttam más filmekben. Két szálon fut tulajdonképpen a története. Az egyik a nemzetközi politikának, a politikusoknak, a történelmi eseményeknek a szála, ami szembe van állítva a személyes történetekkel, eseményekkel, megfigyelésekkel. Kovács László volt az egyik operatőrünk, és Vilmos Zsigmond szintén felhasználtuk az ő felvételeit, az 56-os felvételeit. Én a 9 év alatt csak tanultam, én az a nemzedék vagyok, aki ugye Magyarországon született és érettségizett, és nem tanították nekünk 56-ot az iskolában. Van egy speciális személyes hátterem, hogy a szüleimet nagyon korán elvesztettem, tehát a családomtól sem tudtam semmiféle információt kapni ez ügyben, és azt látom, hogy Magyarországon a velem egykorúak, illetve több generáció úgy felnőtt ugye a kommunizmus alatt, akik egyáltalán nem tudnak semmit 56-ról. A Lyukas zászló című filmet 12 fesztiválra hívták meg eddig, és 5 díjat kaptunk. A premier tavaly novemberben volt, tehát 2007 novemberében az AFI, az Amerikai Film Intézetnek a presztízes fesztiválján. Nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, kaptunk közönségdíjat fesztiválokon. A premieren például, vagy a premier előtt 45 perc alatt elkeltek a jegyek, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék voltunk. És úgy veszem észre, hogy a külföldi közönség, tehát a nem magyar közönség az nagyon-nagyon érdeklődik, és nagyon-nagyon átérzi a filmet, és értékeli. Gratulálunk a filmalkotóinak!